Sziasztok! Itt vagyunk a Star Factory díszbemutatóján, mellettem Pál Dénes. Szia! Szia! Ugye a darab egy tehetségkutatóról szól, annak kulisszatitkairól. Neked ugye elég friss még ez a közeg, nemrég nyerted meg a Voice-t. Milyen érzések kerülsz be a darabra? Őszintén szóval nincsenek elképzelésem, persze azért vannak, de nincsenek olyan hatalmas elvárásaim. Én inkább így szeretném magamat jól érezni, és szeretnék meglepődni, úgyhogy remélem, hogy kíváncsi vagyok, hogy ezeket a dolgokat hogy lehetett egybegyúrni egy ilyen darabba. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki belőle. Ugye a darab arról is szól, hogy nagyon hirtelen felkapnak embereket, aztán pedig a süllyesztőbe végzik. Miket teszel annak érdekében, hogy ne ez a sors várjon rád? Szerinted mi? Van erre megfelelő recept? Hát a megfelelő recept szerintem az, hogy kitartónak kell lenni, és nagyon sokat kell dolgozni. Én nem érzem úgy, hogy azt a dolgot, amit kapunk, illetve lehetőséget ezek által, a műsorok által, azok a muszáj élnünk, és ez nem arról szól, hogy ez már egy biztosíték, hogyha vége a műsornak, után nagyon sokat kell dolgozni, mert ez máshogy nem fog működni, nem fogunk tudni fennmaradni. Mindig meg kell újulni, új dolgokkal kell, új ötletekkel kell előrukkolni, ami a közönség számára is ugye változatos, meglepő, de nagyon fontosnak tartom, hogy ezek mert azért meg kell maradni olyanak, ami, tehát nem szabad, hogy ez a médiavilág, illetve a tehetségkutatók körüli nagy felhajtás kicsit megváltoztatja az embert, mert úgy érzem, hogy ha valaki önazonos tud maradni, az a legjobb. És hogy állsz tervek ügyében? Új zene, klip, mikor láthatunk? Jó, hogy ezt kérdezed, mert már nem kell, azt nem mondom konkrétan, hogy hányat kell aludni, de azt, hogy nem kell sokat várni, és bemutatásra kerül az első dal, az első önálló dalom, úgyhogy hát én nagyon izgulok, remélem, hogy a közösség szeretettel fogja fogadni. Igyekeztünk olyan dalt csinálni, ami azért túlságosan nem drámai, mint amit eddig megszokhattak tőlem a tehetségkutatóban. Egy picit lazább, de úgy mégis azért közel áll hozzám. Mennyire van közöd a dalhoz? Írtál belőle szöveget, zenét? Ehhez a dalhoz még nincsen szövegügyileg közöm. A későbbiben azért szeretnék részese lenni, illetve hát az, nem tudom mennyire köztudod, de én emellett azért írok szövegeket, tehát eddig még csak magamnak, de remélem, hogy ez a jövőben majd azért megzenésítésre kerül is, illetve hát majd ebből lesz egy dal is. Úgyhogy én folyamatosan írom a szövegeket, és hát remélem, hogy ezekből majd lesznek dalok is későbbiekben. Nagyon kíváncsian várjuk, itt vagyunk ugye egy színházban. Mennyire vagy nagy színházba járós? Hú, én abszolút színházkerülő embernek tartom magam, mert én az amatőr színjátszással kezdtem, és több miskolci társulatnak, amatőr társulatnak is a tagja voltam. Először inkább a prózai dalabok álltak közel hozzám, utána inkább kicsikét ez a musical világa eltért rabul, úgyhogy nekem is lehetőségem nyílt játszani a Padlásba, vagy a Vörös Malomba, a Pál utcai fiúkba, ugye az egy prózai darab. De továbbra is úgy érzem, hogy közel áll hozzám. Éppen az előbb mondtam, hogy egy másfél hónapja voltam, vagy egy hónapja voltam Miskolcon, és ott a Chicagót néztem meg, ami nagyon tetszett. Úgyhogy azt hiszem, hogy a továbbiakban sem fogok erről lemondani, mert valahogy vonz ez a világ. Na, hát akkor igazi szakmai szemmel fogod nézni a most bemutatásra kerülő darabot, akkor hagyjunk is bemenni. Köszönjük szépen, hogy időt szántál ránk, és további szép nyarat kívánunk neked. Köszönöm szépen, én is. Nézzétek továbbra is a divatikon.hu. Sziasztok! Ha profi fotókat szeretnél, választ Kasszás Bencét. Kasszásbence.hu. Objektívfotó.hu. Hogy mindig pontosak és divatosak legyünk, partnerünk divatórákwebáruháza.hu. Kövess minket Facebookon is! Média partnerünk